Ich leite gleich über zum zweiten Akt des heutigen Tages. Akkor megkezdenénk a második felvonást. Milyen színházra van szüksége a népnek? A kurátorasszony, Léfogtasszony kezdené. Szép jó napot! Szívfogtasszony. Kicsit polémikusan kérdezzük, hogy milyen színházra van szüksége a népnek, hiszen ez a kérdés, miközben Magyarországon radikálisan ellenőrzik a történelmi narratívát, hasonlóan keserű és kérlelhetetlen vita folyik a színház szerepéről a magyar társadalomban. Hogy katedrálisan egy nemzeti, újra jogaiba visszahelyezett nemzeti kultúráról van szó. Újra meg kell tárgyalni ennek a feltételeit. A nézők azok hívő emberek, vagy pedig a színház új definíciójával akarnak inkább foglalkozni, az alapértelmek megfogalmazás. Ezek azok a kérdések, amik a jelenlegi vitákból leszűrhetőek, és talán azt is tudni kell, hogy csak hogy milyen színház kell a népnek, hogy a budapesti nemzeti színház különösen csomópontja az ideológiai vitáknak. A régi nemzeti színház lebontása után a 60-as években, mert a metró útjában volt, az új nemzeti színház a kulturális identitás jelképének tekintik, és azóta is, tehát nagy vita folyt a Nemzeti Színház újjáépítéséről vagy felépítéséről. Ez talán a berlini városi kastély 1950-es lebontásával hasonlítható össze, ahol később a köztársasági palota épült meg, amihez szintén viták kapcsolódtak a kastély újjáépítéséről. Ez egy uralkodói kastély volt, míg a színház inkább egy kulturális tér. Az egész kérdés megbeszélésére egy külön konferencia is jó lenne, amit itt szoktunk mutatni, ez a kép, most éppen nem ez van, tehát ez, ami a flyeren is látható, ez a régi Nemzeti Színház emlékművét ábrázolja egy allegorikus tájban. 2002-ben, amikor ez replika, hogy a bontás és az újjáépítés együtt jár. Ez olyan, mint egy ilyen mementó emlékhely. És előtte pedig egy bronz szobor van, ahol Gobbi Hilda szobra látható, bronz szobra látható, aki a német nemzeti, mert ő gyűjtötte a pénzt az új nemzeti építésére, értve az új nemzeti színház megépítésére. Ezt csak kis zárójelben említettem meg magyarázatként. Ez a vita egyetlen koordinátája, amiről most vitatkozni fogunk. És az a kérdés, hogy melyik művészetnek van szüksége állami támogatásra, erről kemény viták folynak Magyarországon, és mi úgy döntöttünk, hogy a pénzkérdést teljesen elkülönítjük a művészeti kérdéstől, hanem azokat a kritériumokat, ami szerint elosztják a pénzeket a színházak között, ezt egy országokon túl nyúló, több országot érintő vitában akarjuk majd megvitatni, mert nem csak Magyarországon került a kísérleti színház nagy viták középpontjába, Hollandiában is ez a helyzet, és hadd emlékeztessek, hogy ez magas kultúra, vagy nem magas kultúra, inkább kommersz kultúra legyen a színház. Németországban az összes kulturális intézmény támogatásának a felét követelték, hogy tartsa el magát a színház, és ezért a kultúra tömegkompatibilitása Észtországban is megkérdőjelezi a színház állami támogatásának szükségességét. Ez mind olyan kérdés, ami nagy vita folyik Magyarországon, de nem csak Magyarországon, mint mondtam, hanem mindenhol, hogy a kultúra támogatása mennyiben állami feladat, amit érdemes megvitatni. És ebben a panelben most a színház vonatkozásában lesz erről szó,
ami Magyarországon, amit most abszolút tagadnak. Egy éles frontvonal húzódik meg a régi kérdés mentén, hogy a művészet, vagy esetünkben a színház mutassa-e meg a világnak, azt mutassa meg a világnak, hogy milyen a világ, vagy hogy milyennek kéne lennie a világnak. Másrészt pedig a másik oldal olyan extrém módon felháborodott ezen, hogy gyakorlatilag ez már egzisztenciális vitává fokozódott, ami azt hiszem Magyarországon minden határon túlmegy. Ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ennek a kérdésnek a fontosságát bizonyítsam, és hogy ez Magyarországon túlmenően is milyen fontos kérdés, hogy mennyire kell támogatni az államnak a színházat. Az a benyomásom, hogy ebben a csatában példaszerűen megnyilvánul az a vita, ami ugye Freudnál is az elfojtás volt, ami gyakorlatilag az ideológiai és a történelmi narratívák megszűnése, a hidegháború megszűnése után hogy tevődik fel ma ez a kérdés, és hogy nem lenne ideje a 100 évvel ezelőtti, vagy még régebbi konfliktusokat a színházban leképezni. Tehát, hogy a színház leképezze az ideológiai konfliktusokat. Hogy most nem menjek túl messzire, Lukács Györgyről, a nagy filozófusról szeretnék beszélni, aki az első világháború kittörése előtt a Regény elmélete című könyvében az alany transzcendentális egyedülállóságával, magányosságáról írt, és arról a világról beszélt, amely spiritualitás nélkül csak a valóságon alapul egyértelműen. Lukács, aki a saját transzcendentális hajléktalanságát a kommunizmusra próbálta meg kompenzálni, ez is vallás, ha úgy veszik, a kommunizmus egy vallás. A marxista várakozásával, elvárásával, ezzel a metaforikusan szakított a párttal. Nem csak arról van szó, hogy a világot le kell írni, meg kell változtatni, mondta Marx. De Lukács példájától megtanulhattuk, hogy ez nem biztos, hogy a világ megjavításához vezet. Lukács, aki azt követelte, hogy a modern művészetben megszűnt hierarchia az ábrázolt és az ábrázolandó között, megpróbálta megmagyarázni, de nem a realitás, mint a színház ábrázolásának szükségességét. Lukács 1956-ban letartóztattak a forradalom után, aki állítólag azt mondta, Kafka mégiscsak realista volt. Mit mond ez nekünk ma? Ez azt mondja, hogy nem mindenki, aki a 20. században jó kérdéseket tett föl, meg is találta a jó válaszokat erre. Épp ellenkezőleg a 20. században nem csak a hamis válaszok voltak végzetesek, hanem éppen ezért ma is foglalkoznunk kell vele, de ehhez először ki kell mondanunk ezt, és megtanulnunk ezt elviselni. És éppen ezért a Neue Zürcher Zeitung színházi kritikusa is itt van, aki nem csak színházi kritikus, hanem ért a teológiai, vallás, filozófiai kérdésre, azt mondja, pont jó ide, ideális moderátora ennek a panelnek. Köszönöm szépen. Remélem, hogy tényleg ideális vagyok, mint moderátor. Nagyon örülök, hogy létrejött így, és hogy ilyen élénk érdeklődés van a közönség részéről. Először hadd mutassam be a jelenlévőket. Nem akarok minden címüket és díjukat felsorolni, csak tudják, hogy kik ülnek önök előtt a pódiumon. Mindenek előtt Stefanie Jungét mutatnám, aki rendező és dramaturg, bocsánat, nem színész, hanem dramaturg Regensburgi színházba. Előtte Heidelbergi színházba dolgozott, és ott foglalkozott a Magyarországhoz fűződő kapcsolatokkal, és férjével együtt
remélem, hogy Dobriban jól mondom ki a nevét, együtt nagyon átfogó sok kutatást végeznek. Nagyon örülök, hogy eljött. Nagyon örülök, hogy Vidnyánszki Attila is itt van, aki a volt Szovjetunióban született, tehát az ottani magyar kisebbséghez tartozik, vagy tartozott, vagy ma is az. 1992-ben, tehát ma már 20 évben egy magyar színházat alapított, és 90-es évek végén költözött Magyarországra, a debreceni Csokonai Színház intendánsa volt, és jelenleg a Budapesti Nemzeti Színház intendánsa, amiről már beszéltünk. Szívélyesen köszöntjük. Nagyon örülök, hogy Schilling Árpád is itt van, Magyarországon született. A Budapesti Színházi Akadémiát végezte, és megalapította a Kréta Kör Színházat, amelyiknek az igazgatója is volt. És ez a színház Németországban is vendégeskedett, Norvégiában is vendégeskedett a Kréta Kör. És ez a Kréta Kör társaság 5 éve, nem is tudom, hogy mondjam, egyfajta produkciós platform vagy intézmény lett, ahol drámapedagógiai projektekkel is foglalkoznak, de majd erről beszélni fogunk még, hogy mivel foglalkoznak ma. És nagyon örülök, hogy Szabó György is itt van, aki a Trafó Művészeti Központ vezetője. Talán majd fog erről a Trafóról beszélni, hogy mi is a Trafó, ami egy évig szünetelt, aztán most újra létrejött, egy más pozícióban, más funkcióban. És ez a ház, nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani, Európában is vannak, az egyik legjelentősebb ilyen hely, ahol nemzetközi koprodukciókat is megvalósítanak, vendégjátékokat tartanak, és hiszen nagyon sok magyar színházat mutatnak meg szomszédos országokból is, és külföldi európai produkció, színházi tánc és más produkciókat is. Mindenek előtt Vidnyánszky urat szeretném kérdezni. Paul Claude Honecker oratóriumát rendezte most meg, és ennek a rendezésnek az előkészítésén azt mondta, hogy ennek a darabnak a legfontosabb gondolata az, hogy a szerelem, szeretet nevében szálljunk síkra egy országért, hazaszeretetért és Istenért. Áldozzuk föl magunkat, és szabaduljunk föl ezek jegyében. Ennyi az idézet, amit mondott. Ez félreértelmeztem ezt, amit mondott, hogyha ez tulajdonképpen központi gondolata az ön által vezet, az ön színház értelmezésének, esztétikai értelmezésének is? Ez nyilván az egyik legfontosabb gondolata, és nem véletlenül került az általam vezetett Nemzeti Színház első bemutatói közé. Ja, vielleicht können Sie... Talán még azért valami pontosabban is válaszolhatna. Azt is mondta ugyanebben, hogy az a darab is, ez a rendezés is pontosan belevág a nemzeti profiljába. Ez tehát egy vallomás is, és egy gondolatvilág. Mit érti ez alatt? Az Isten hitet akarja mondani, vagy a hazaszeretetet, vagy melyik hitről beszél itt? Mindenféle hitről beszélek. Tehát hazaszeretetről is, Isten hitről is beszélek. Nyilván az első évadunk az olyan produkciók sorozata, amellyel megpróbálunk a világ számunkra, vagy általunk legfontosabb kérdéseire reflektálni, az ember legfontosabb kérdéseit boncolgatni, a társadalmunk legfontosabb kérdéseiről gondolkodni. Meg kell nézni az évadunk repertoáriát, és látszik az, hogy körülbelül milyen évek, milyen perspektívák mentén kívánjuk ezt a színházat működtetni. És különböző dolgokat mondott, ami a hitet kérdezi, hazaszeretet, Isten hit, stb. De ez különböző, de azért van hasonló, de van közte különbség. A programjuk abban áll, hogy az esztétikai szándék, hogy ennek a dimenziói aspektusát állítsa újra előtérbe, szembe az érzelmi, vagy pedig mivel szemben?
szemben az érzelmivel? Én nem hiszem, hogy bármivel szemben is így, semmiképpen sem az érzelmivel. Ha valaki ismeri Claudelnek és Schonegernek a művét, akkor ott mindennel szemben van állítva minden, csak az érzelmekkel nem. Tehát semmilyen formában nem jó ez, hogy érzelmekkel szemben próbálunk valamit is kommunikálni. Nagyon fontos dolgokról beszélünk, és nagyon szépen elfér egymás mellett a istenhit és a haza szeretet kapcsán megnyilvánuló hitünk. Nem tudom, miért kell ezt megint csak szemben állítani. Tehát ha valaki ismeri a Claudel művet, ott gyönyörűen fut, egymásba fonódik, gyönyörűen kiteljesedik az egész, és érzelmi tetőpontokon keresztül. Tehát ha van érzelmes zene, ha van érzelmes szöveg, akkor Claudel az mindenképpen az. Most az az eset, amikor nem is erre gondoltam, lehet, hogy ez fordításaiba volt, hanem arra gondoltam, hogy mégis mivel szemben, hogy hogyan értelmezzük ezt, hogyha Claudel darabja világosan a katolikus kontextusban, katolikus környezetben játszódik, egy katolikus, tehát mindenképpen a katolicizmus áll a középpontban, és a hazaszeretet, a patriotizmus. Itt nem teljesen értem, hogy a kettő hogy függ össze, nincs közte semmi, tehát ez a kettő ez szorosan összefügg? Ennél abszolút szorosan összefügg, inkább kereszténységről beszélnék, mint kifejezetten katolicizmusról. Összefügg a dolog, nálam is összefügg a dolog, tehát én ezt sohasem titkoltam, sohasem rejtettem véka alá. Én úgy gondolom, hogy társadalmunk egy jelentős részének, vagy egész társadalom szempontjából nagyon fontos probléma a hitehagyottság és a hitvesztés problematikája, és mélységesen mély érintettséggel vagyok a téma iránt, nagyon régóta. Hiszek abban, hogy a hit által föl lehet szabadulni, és szabaddá lehet válni, és erről beszélek körülbelül 20 éve, 15 éve tulajdonképpen. Egyik darabból, ha Godot viszek színpadra, akkor Godon keresztül, ha Eliotnak a gyilkossága székesegyházát, akkor azon keresztül, de hogyha Madách Embert tragédiáját, akkor azon keresztül. Erre majd még visszatérek. Én most több dologról beszéltem, sokan meg fognak lepődni, mert Európa, ami a legaktuálisabb empirikus vizsgálatok mutatják, nagyon és erősen egyházilag jellemzett földrész, tehát nem tudom, mennyire vesztették el az emberek a hitüket. Most Junge asszonyt kérdezném, abban a szerencsés helyzetben van, mint kevesen itt ebben a teremben, hogy láthatta ezt a rendezést. Mondjon el valamit a benyomásairól. Milyen szerepet játszik ebben a Vidnyánszky úr által elmondt istenhit és hazafiság, patriotizmus? Tehát átjön ez a Rivaldán? Látható ez egy néző számára? A képben, vagy érzelmi töltetben? Talán esetleg mondja el, vagy mondjuk ezt tegyük félre, vagy nem lehet félretenni? Hát én úgy gondolom, hogy ez a színházi forma, ez egy oratórium tulajdonképpen, és ez az oratórium ezzel a nagyon jó zenével, Honegger által írt zenével, ezt egy rendező, egy hatalmas kép sodrással tulajdonképpen fejezi ki. Most Vidnyánszkyról beszélek, ez az első munkája, amit én valaha is láttam, és látszik, hogy itt valaki nagyon természetesen bánik ezzel az anyaggal, és ezzel hatalmasat alkot. Úgy mondanám, hogy nagyon érzelmi dolgokat visz bele, nagy képekkel dolgozik, nagyon szakértően, tehát nagyon, nagyon ért hozzá, és érezni, hogy ez hogyan kapcsolódik a személyéhez is. És természetesen ennek van karaktere, már a formát nézzük eleve, mint hogyha olyan karakter van, mint hogyha Isten tisztelet lenne. Tehát eleve már oratóriumról van szó. És kicsit csodálkoztam azon, hogyha... Mert én úgy gondolom, hogy a szövegen át mindenhol ilyen nagyon hatalmas, nagyon jó képekkel illusztrálja mindezt.
És azt hiszem, a magyar sajtóban is megszólalt, ez tükröződött, ez van, ez a kártyajáték jelenet, tehát ugye a darab egy visszatekintés tulajdonképpen, és akkor megjelennek ezek a kártyák, és akkor egy ilyen kabarészerűség, egy kabaré jelenet van hatalmas kártyalapokkal, és akkor megfordítják ezeket a kártyalapokat, és akkor az Európai Nemzetközi Újság látható rajta valamelyik egy a címlappal, és akkor egy karikatúra is látható rajta egy európai parlamenti képviselő fotójával. Én a hatodik sorban ültem, nem tudtam mindegyiket azonosítani, azt hiszem, hogy hátul egyáltalán nem is látszik. Igen, de a sajtóképek alapján tudjuk, hogy Martin Schulzról van szó, stb. Igen, az újságból értesültem róla, de mint néző a színházban nem tudjuk annyira pontosan. De úgy néz ki, mintha ugye ilyen körözési fotók lennének a western filmekből, és érdekesnek, számomra érdekes volt, hogy ezáltal, tehát annak ellenére, ugye, hogy az esztétikai szempontból kicsit zárt ez a darab, ez egy olyan dolgot hozott elő, egy ilyen aha effektus volt, hogy Johanna Magyarország, és mindaz, ami körül van, ez az összeesküvés, stb., ez az Európai Unió, és ez egy ilyen olvasata a dolognak, és ez egy központi mondani valója ennek, ami így benne van a közepében ennek. Elképzelhető, hogy ez nagyon erősen rávezet már egy politikai kérdésre, ezért szeretnék visszalépni, hogy kicsit plasztikusabban tudjam ezt bemutatni. Tehát azt mondta, hogy érdekes módon, tehát miután annak alapján, amit Vidnyánszky úr mondott, hogy ez olyan, mintha egy istentisztelet lenne. Mit jelent ez? Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mi a liturgia, tulajdonképpen az ógörög liturgia, az ugye a közösség szolgálata, és ezt ugye a hívő közösség szolgálataként értelmezik, és akkor itt a kapcsolat, tehát ugye a hazafias közösség szolgálata ebbe vezet át, ez az egész, erről van itt szó? Hát, ahogy ott ültem és néztem, nagyon nagy benyomást gyakorolt rám az egész, és ez az én személyes színházi magyarázatom tulajdonképpen ez jellemzi, hogy azt mondtam, hogy például nekem a színészek nagyon távol voltak tőlem, tehát ők egy ilyen összképben vannak, ugye főleg a rendező érzékelhető, tehát egy műalkotásként prezentálja nekem ezt az egészet, én azt megnézem, és ez egy nagyon erős formája a reprezentációs kultúrának számomra, amivel nem tudok annyira kapcsolódni, de hát hogyha utána, ha kimegyek a színházból, úgy éreztem, hogy számomra ez inkább idegen volt. Pedig ahogy ezt most mondja, hogy a rendező, a spiritus rector, a kapcsoló személy, ez klasszikus rendezői színháznak hangzik, nem? Nem, ez nem így van. Igen, ettől féltem, ettől tartottam. Nem szubjektív. Tehát ez azt hiszem, hogy nem olyan szubjektív. Van egy nagyon erős bizalom abban, hogy ez a képeknek a mágiája, a képek varázsa és a szövegből, és nagyon sok minden kijön, ami mögött tulajdonképpen visszalép minden más. És ez egy monumentális rendezés, és 130 személy van egyszerre a színpadon, azt hiszem. Tehát, igen. És rendezés, meg hogy 130 ember van a színpadon, meg hogy azt mondom, amit gondolok a világról, meg azt hiszem, ez nem baj, ez a dolgunk, nem? Das ist so allgemein formuliert sicher erstmal richtig. Igen, ez így általánosan fogalmazva helyes. Még egyszer felkarolnám ezt a kérdést. Nagyon nehéz egy olyan darabról beszélni, amit a legtöbben nem láttak. Ez szinte lehetetlen, mert úgy azért... De nagyon szeretem, szívesen fog tudni hosszan beszélni róla. Ja, wir probieren's. Jó, megpróbálhatjuk majd. De először Schilling úr, jórat szeretném megkérdezni. A Krétakör egyik utolsó darabja korrupció volt... És azt mondaná, hogy ez egy olyan rendezés, egy olyan darab, amely nagyon jól illik a csoport profiljához, pontosan azt fejezi ki, amit a Krétakör kifejezni akar, szándékozik? Egyrészt
ennek az előadásnak nem én vagyok a rendezője, tehát mondjuk mindenképp jobb lenne, hogyha a rendező beszélne róla, és nem én. De alapvetően természetesen nyilván, mivel a kritikör keretein belül valósult meg, ezért mutat olyan jeleket, amelyek a kritikör munkásságára jellemzőek, és mutat olyan jeleket, amik nem. Tehát például az interakciónak, a nézők bevonásának például a szerepenben az előadásban nincsen tisztázva, tehát ami pedig a kritikör krédójában eléggé fontos szempont. Most ezt nem tudom, hogy ez így válasz-e. Jó, ez egy próbálkozás az első válaszra. Ezért még egyszer kérdeznék valamit, tehát van-e egy esztétikai képe, vezető eszméje a csoportnak? Tehát azután, amiket én láttam, azok a darabok alapján, amiket én láttam, nem volt sok, de néhány, azt lehetne mondani, hogy ugye ez a krétakör kézírása, stílus, ezek nagyon különböző munkák, de ebben talán egy esztétikai irányelv valósul meg, ahogy azt Vinyánszky úr is mondta, hogy eléggé egyértelműen kifejezte, hogy mi tud a színház, mi a feladata a színháznak, mi a formátuma. Az ön is azt mondaná, hogy erre ön is igényt tart, vagy azt mondaná inkább, hogy hát most először más kérdések a fontosak, az intervenciók, stb. A feladat szó helyett szívesebben használom a lehetőség kifejezést. Tehát, hogy van egy lehetőség a színházban bizonyos dolgokra. Szerintem az fontos tisztázni, hogy 2008-ig ez a bizonyos kritikör színház tulajdonképpen klasszikus értelemben, ahogy ön is mondta, klasszikus rendezéseket állított színpadra. Többnyire ismert szövegeket állítottunk színpadra, úgy, ahogyan ez egy... Hamlet, Die Möwe, zum Beispiel. Hamlet és a Sirály, stb. Egy Wojciech sorolhatnánk, szóval nagyon sok klasszikus szöveget állítottunk színpadra. És tulajdonképpen... Igazából egy pontosan meghatározható krédója ebben az időszakban ennek a színházi társulatnak nem volt. Mindig is úgy próbáltam fogalmazni, hogy minden egyes darab, minden egyes szöveg fölvet egy kérdést, egy problémát, és hogyha a számunkra érdekes, akkor foglalkozunk vele. És hogyha ez a nézőt is érdekli, akkor ő is foglalkozik majd vele. Na most 2008 után, vagy 2008-ban én hoztam egy döntést, amiben azt mondtam, hogy én szerintem ebben a típusú színház csinálásban eljutottunk egy olyan szintre, ami újabb kérdéseket vethet föl, például, hogy mire ad még lehetőséget a színház. Mivel egy eléggé zárt közegben hoztuk létre ezeket az előadásokat, akár Magyarországon, akár külföldön, egy bizonyos kör nézte ezeket az előadásokat, látogatta, akár külföldi fesztiválon, akár Magyarországon a Budapest belvárosában játszottuk, bennem fölmerült az a kérdés, hogy vajon egyrészt nem kellene valamilyen módon hozzáférhetővé tenni ilyen vagy ehhez hasonló kulturális termékeket mások számára is, akiknek ez nem evidencia. Másrészt pedig nem feltétlenül ezeket is ilyen formában tenni hozzáférhetővé, hanem mondjuk elkezdeni igazából problémákat, kérdéseket keresni, tehát nem darabokat, amely kérdéseket vetnek föl, hanem konkrét kérdéseket és problémákat, és ezzel kapcsolatban hozni létre olyan eseményeket, és én próbáltam ezt a kifejezést használni a lehetőséggel együtt, hogy olyan eseményeket, amelyekben az adott közösség, akik ugye elsősorban nézők, másodszorban pedig lehetnek résztvevők, elkezdenek aktívan részt venni ezekben az ügyekben. És itt visszautalnék, mert szerintem ez egy fontos kérdés, hiszen nyilván az egyes panelek, hogy beszélünk egymás után, fontos kérdéseket vetnek föl, illetve annak lehetőségét, hogy összekapcsoljuk a témákat. Tehát, hogy számomra nagyon fontos volt ez az előző panel, ahol a történészek tulajdonképpen rávilágítottak egy sor olyan kérdésre, ami a magyar társadalomnak alapkérdése és problémái. Hát nagyjából ezek azok a kérdések, és nyilván más kérdések is, amik itt most nem kerültek terítékre, amelyeket én olyan kérdéseknek és problémáknak látok, amelyekkel foglalkoznunk kellene, és a színház egy lehetőség, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozhat, azáltal, hogy ezeket valamilyen módon tematizálja ezeket a kérdéseket, másrészt pedig részvételi lehetőséget ad a nézőnek, a befogadónak, hogy
hogy eljátszon adott esetben ezekkel a helyzetekkel, és erre használtunk olyan módszereket, mint Fórum Színháza, Augusto Boal Fórum Színháza, vagy a Nagy-Britániából indult Theater in Education, a színházi nevelés formái, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a néző bevonódjon, és képes legyen résztvevőként aktívan foglalkozni ezekkel az ügyekkel. Ez bizonyos értelemben egy esztétikai krédó, hogyha úgy tetszik, mert számomra arra a probléma halmazra, amit a korábban a történészek felvetettek, az én válaszom az az, hogy tulajdonképpen ez a társadalom egyszerűen nem tapasztalta meg még a részvételt. Nem tapasztalta meg azt, hogy maga aktívan lehet részese a saját élete alakítójának, hogy a részvételi technikákon keresztül, amik nem csak a színházra vonatkoznak, olyan demokratikus formákat, gyakorlatokat végezzen, amelyeken keresztül egyszerűen nagyon-nagyon egyszerűen csak képessé válhatnak egymás mellett élni. Nem egymásra vetíteni az elképzeléseiket, hanem megtanulni egymás mellett élni. Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés ma a magyar társadalomban, hogy lennénk képesek egymás mellett élni úgy, hogy közben értelmesen kezeljük a kommunikációt, képesek vagyunk szembenézni a múlttal, és adott esetben a hatalmi pozícióinkat nem erőszakoljuk rá a másikra. Ja, naturgemäß. Természetesen nagyon sok minden felmerül, összejön. Ugye kérdés az, hogy hogyan lehet még egy másik közönséget is elérni. Ez nem egy specifikusan magyar kérdés, hanem ez Németországban is nagyon gyakran felvetődik. Az érdekes pont az, hogy mi a pedagógia tulajdonképpen, és mire irányul a pedagógia. Szeretném Szabórat megkérdezni ilyen tekintetben, vagy továbbadni ezt a kérdést. Egyszerűen fogalmazva, hogy megértsük azt, hogy milyen gesztussal vezette ezt a házat, a trafót, nemzetköziség, mi volt az, ami előtérben volt, tehát a magyar kultúra kapcsolatba lépjen másokkal, tehát ugye nyelvi szempontból is, ugye említette, hogy vagy hallottuk, hogy kicsit ilyen elszigetelt helyzetben van a magyar nyelv, tulajdonképpen ez a nemzetet szolgálta? Számomra néző van, és azzal próbálunk foglalkozni. Igazából a Trafo, ahol én egyébként nem igazgató vagyok, a Nagy József az igazgató, én most a general manager vagyok. Ez fontos azért, hogy érzem, hogy így vagyunk korrektek. Tehát mindig a Trafo számára egy volt fontos, egyfajta népnevelés, egyfajta dialógus kialakítása. A kortárs nemzet az mindig egy hátrányos helyzetben van, ebből fakadóan ennek a helyzetnek a javításán dolgoztunk mi mindig, és aminek a legfőbb eszköze a dialógus. Tehát mi egyfolytában arra azon dolgoztunk, hogyan tudjuk szocializálni azokat a dolgokat, azokat a folyamatokat, mert a művészek megjelentettek. A nagyon érdekes dolog, hogy ahogy a gazdasági válság erősödött a hazánkban is, ebből adódóan egyre inkább jöttek be az olyan fajta projektek a válogatás során, amelyek társadalmi kérdésekkel kezdtek foglalkozni. Az elején elsősorban esztétikai kérdések, amikor indult a Trafo 98-ba, és aztán ott kb. 2005-6-7 környékén nagyon erősen bejöttek, akkor hoztuk el is ezt a Rimini protokollt, és ennek volt hatása, és sok egyéb ilyen társulatot, amit viszont tapasztaltunk, és egy nagyon tanulságos, és mind a mai egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy azt láttuk, hogy ha mi hozunk például külföldi társulatokat, amelyek társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, valamiért a magyar közönséget nem tudja mobilizálni. Ez egy nagyon szomorú dolog. Pedig ezekben a traumákban, a traumák feldolgozásában nagyon fontos segítséget tudnának adni. Csak egy példát mondok, most az utóbbi időben, egy hónap, ezért vagy két hónapja, mi bemutattuk Lola Ariasnak a Pinochet rezsimről készült darabját, egészen elképesztő volt a darabannak a könnyedsége, nem tudom, hányan láttak, mi itt is volt, úgy tudom. És nagyon érdekes volt egy beszélgetés, mert ennek a folyamatnak a részletem sem beszélgetés, akár itt a HAU-ban, meg a többen gondolom. És beszélt a múltról, a Pinochet rezsimről, mit tört. Ez a darab arról szól, hogy látják a mostani gyermekek, akik ma már fölnőttek, a mamák és a papáknak a szerepét a Pinochet rezsimben.
Nagyon érdekes az egész folyamat, de lényeg az, hogy a beszélgetés egy adott pillanatában megfutotta a kérdést a Lollárias, ő kérdezett, és ti hogy vagytok a saját történetekkel? És a válasz az olyan két perci kínos csönd. Tehát nagyon összecsengének, akit mondunk. És amikor végre megszólalt két fiatal, és eléggé vegyes volt a közönség, volt pár idősebb, mindenki afelé fordult, aki válaszolt, vagy akik válaszoltak, és a Lollárias azonnal észrevette az arcokon, hogy abszolút nincs egyetértés. Pedig nagyon elemi dolgokról volt szó. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nagyon sok a mostani helyzet, ami most itt kialakult, egyfajta váltásnak vagyunk a szemtanúja, az rendkívül sok sebet ejt a társadalmon, és emiatt aztán nagyon sok dolgot meg kell beszélni. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Én próbálom ebbe az irányba tartani tovább is a Trafóta Józsival, és szerintem ez lenne az egyetlen út, hogy valahogy ebből a helyzetből valahogy kilábaljunk, mert nincs jó hangulat, az tény az én köreimben. Ez a trafó, hogy volt egy adott pillanat, amikor az egyik párt azt mondta, hogy az, aki jobboldali érzületű, az kokárdát viselje, nem tudom, egy hónapig, nem tudom, volt egy ilyesmi, és ez 2000, vagy valami akaruk volt, 2002, és az volt egy nagyon jó érzés, hogy nagyon sok olyan ember jött a trafóba, aki kokárdát viselt. Ez nagyon fontos. Az egy nagy kérdés, hogy ha ma ez a megszújtás megtörténne, hogy sok kokárdást látnék-e itt, például a trafóban. Tehát én nagyon örülnék, hogyha sokat látnék egyébként. Csak annyit, hogy nyilván én elfogadom azt, hogy rosszul érzik sokan magukat. Én úgy gondolom, hogy el kell, hogy fogad, hogy nagyon sokan meg végre fölélegeztek. Tehát azok a változások, amelyek elindultak Magyarországon, az nagyon sokunk akarata mentén történő változás sor. Tehát egy 70 éven keresztül egy balliberális kultúraszervezés folyt, és most valami másnak is tere van, és ennek mi rettenetes mód örülünk. Jó, ezt mindjárt felkarolom, először Szabó urat szeretném még egyszer megkérdezni. Említett egy szót. Ezt még egyszer pontosítsuk, ezt nem hagyhatjuk annyiban. Ugye népnevelésről beszélt, és a trauma feldolgozásáról. Az a trauma, ugye, amiről már beszéltünk az előző panelen, talán még ehhez tartoznak érzékenyebb pontok is, de úgy gondolja, hogy ez a központi feladata a színház művészetnek, hogy azt mondja, hogy terápia intézmény vagyunk, hogy olyan kérdésekről beszéljünk, amelyek felosztják a nemzetet, vagy foglalkoztatják a nemzetet. Tehát ahogy Konrád György is mondta, hogy a hideg polgárháborút tematizáljuk. Tematizás, persze van, aki tematizálja, de azt hiszem, a Kortyosznak egy lényege, hogy mindig vizsgálja a jelent. És a jelenhez hozzátartozik a múlt is. És az tény, hogy a műveknek egy ilyen jelentős része nagyon, nagyon erősen kritikai éle van, amiket bemutatunk főként a magyaroknál, nagyon direkt politizálás néha előfordul, ami szerint teljesen, de nem pártpolitizálás, tehát próbálják ezeket a kérdéseket körbejárni. Én azt hiszem, ez inkább egy tünete a mai dolgoknak, de ez jellemző volt korábban is. Tehát az 6-7 éve is, vagy 8 éve, 10 éve is mindig voltak ilyen művek, csak most ezek hangsúlyosabbá váltak, sokkal érzékenyebbek az emberek erre. Arra szeretnék csak reagálni, hogy mondja Attila, hogy sokan fellélegeztek. Gyuri mondja, hogy köreimben sokan rosszul érzik magukat. Tehát annak a generációnak, amelyik a rendszerváltás után nőtt föl, annak tulajdonképpen már önmagában ez a polemizálás is annyira unalmas és nevetséges és borzasztó. Mert hogy tulajdonképpen most arról beszélünk, hogy vannak Magyarországon az ilyenek meg az olyanok, és akkor az egyszer az egyik nagyon boldog, másszor a másik nagyon boldog. Én ezt egy rendkívül lesújtó társadalomképnek látom, és nem szeretnék egy ilyen társadalomban élni, és bár természetesen muszáj, és nem 2010 óta, tehát mondjuk az én köreimnek, vagy nem tudom micsodának, nem 2010 óta van rossz kedve.
hanem alapvetően, hiszen nem arra használjuk azt, amink van, amire lehetne, és ehelyett beszélünk olyan dolgokról, amik borzasztóan, nem tudom, tehát görcsbe rándul az embernek a gyomra ettől. Én azt gondolom, hogy az is egyfajta szörnyű képlet, hogy tulajdonképpen el kell jönni Berlinbe, hogy emberek egymás mellett ülve a szakmájukról beszélgessenek, vagy adott esetben egy ilyen történelmi értelmezésnek a részesei lehessenek, amit megtett két történész az asztalnál ülve, egymás gondolatait kiegészítve, egymásra épülve. Én azt gondolom, hogy létezhetne egy ilyen társadalom, és ebben mondjuk az értelmiségnek, vagy akár a színházcsinálóknak is igen nagy felelőssége van. És én azt gondolom, hogy például szóba hozta ezt a bizonyos korrupció című előadást. A korrupció című előadásnak például az egyik lényegi eleme, hogy nem arról beszél, hogy bizony-bizony 2010-ig volt egy nagyon jól működő világ, és 2010 óta elöntött minket a korrupció. Tehát, hogy úgymond addig fellélegeztünk, és utána meg összeomlottunk. Hanem arról beszél, hogy nem sikerült a rendszerváltás után egy mindenki számára, vagy a lehetőségek szerint minél több ember számára élhető, elviselhető, elfogadható világot létrehozni, és ez többek között természetesen azoknak a pártoknak is a bűne, akik tulajdonképpen elfoglalták az államot, ahelyett, hogy az emberek foglalták volna azt el, vagy lakták volna be. Úgyhogy csak azt szeretném mondani, hogy az én szemszögemből nézve ez az egész kettéválasztás egy rendkívül egyrészt veszélyes, másrészt pedig lesújtó állapot. Dass wir hier in Berlin sitzen und ich... Hát az, hogy itt vagyunk Berlinben, és ha itt vagyunk Berlinben, és nem Budapesten, annak az az előnye, hogy így a távolból kicsit pontosabban tudjuk látni a dolgokat és elemezni. Úgyhogy ezt most meg is próbálnám, mégpedig, ugye, amit Vidnyánszky úr mondott, és amit ön mondott, Schilling úr, ez két dolog, ami itt összejön, ami talán össze is tartozik, de talán először meg kellene próbálni ketté választani, hogy pontosabban lássuk. Az egyik, erre most visszatérnék, amit Vidnyánszky úr mondott, hogy mit jelent az, hogy valamit visszahozunk a jelenlegi esztétikába, ami a valláshoz kapcsolódik, és tehát amely nagyon sokáig úgy működött a színház világában, hogy ez valami olyasmi, amin tulajdonképpen már túltettük magunkat, minél több felvilágosulás, annál kevesebb vallás, és hogy ez úgy most talán nem működik, és kérdés az, amit már az előbb is hallottunk, hogy ez egy 100 éves kérdés, legalább 100 éves kérdés, és emlékeztetnék arra, hogy talán ne hangozzon ez olyan egzotikusan, mint hogyha csak magyar problémáról lenne szó. Thomas Mann egy szövege 1907-ből, a színház, mint templom, és ez pontosan ezzel a két veszéllyel foglalkozik. Egyrészt Richard Wagner ellen fordul, ugye, hogy a színház egyenlő az istentisztelettel, amikor azt mondanánk, hogy ez talán kicsit túlterheli a művészet fogalmát. Másfelől azonban... azt mondja Thomas Mann, hogy elfogadja azt, hogy tulajdonképpen a ritus az, ami minden színháznak a vágya. És ez fontos szerepet játszik tulajdonképpen abban a színházban, a Vidnyánszky úr azt mondja, hogy 70 éve balliberálisok elnyomtak ezt a kérdést. Ez egy olyan dolog, amit talán először szét lehetne most itt választani ezt a két dolgot? Először ön mondjon. Tehát mielőtt a művész beszél, kérem. Természetesen a ritus... az kérdezhetnénk, hogy ez az, ami a színpadon történik, valami, amit én felszívok magamba, amivel magamra maradok, és én foglalkozom vele, de a ritus az is lehet, hogy ez a részvételi dolog, ez a participatorikus, tehát hogy ezáltal jön létre a közösség, mind a kettő lehet, és természetesen a színház a ritusból jön, onnan származik, és kérdés az, hogy egy ilyen, hogyha a színházat egy spirituális térnek tekintjük, és attól függően, hogy ezt hogyan alakítják, annál inkább... Tehát nem biztos, hogy kérdéseket vet fel a színház, hanem válaszokat is kínál, ad bizonyos dolgokra, attól függ, hogy hogyan alakítják. És az én úgy nőttem fel, úgy szocializálódtam, hogy ez bennem egy belső ellenállást alakít ki. Mert ugye a kérdéseket keresi az ember, ugye mi az, amit nem értek, és ugye ezután fellép egy igény, hogy valaki válaszoljon ezekre a kérdésekre.
Jó, persze, válaszokat csak a katolikus egyház, hogy a vallás nem ad válaszokat. Ezt azért ezt a különbséget gyakran elfelejtik. De hogy leegyszerűsítsük ezt a kérdést, Németországban is megfigyelhetjük ezt, illetve egész Európában, hogy a vallás és a modernizmus ellentét, a vallás az mindig azt jelenti, hogy az antimodernizmusnak a egyenlő az antimodernizmussal. Tehát Claudel például is ide tartozik, hogy azt mondja, hogy nem tudom, nem lehet, hogy ez kicsit veszített erejéből, ez a kérdés minden kicsit összekeveredik most már? És rögtön tisztázni, hogy elős túlzás mondjuk az én munkásságom kapcsán csak Claudelről beszélni. Tehát egy sor más előadást csinálok, ahol az élet nagyon-nagyon fontos kérdéseivel foglalkozom egész-egész másként, sokféleképpen, és az a színház, amit vezetek, az éjjeli menedék helyet fog műsorra tűzni, az holokauszt évtisztelet kapcsán Kázé oratóriumot csinál, tehát nagyon-nagyon nem kéne, megint belebotlott harmadszor már a katolikus Honegger protestáns volt, ezt csak azért mondom, hogy tehát annyira ne merevedjünk a témába ilyen formában bele, tehát az egyik katolikus volt Claudel, a másik meg protestáns volt. Szóval én úgy gondolom, hogy mindenféle színháznak létjogosultsága van. Ezt hangsúlyozom, hiszem is. Sőt, sokféle színházat csinálok magam is. Sokféle színházat, a színházamon belül is sokféle megszólalási mód, sokféle gondolat van jelen. Azt mondom, viszont valós tényként mondom, hogy hosszú ideig bizonyos témák, bizonyos kérdések, azok tabu témáknak és tabu kérdéseknek lenézett, megvetett dolgoknak számítottak. Tehát ma itt két remek történész hosszan beszélt egy olyan film után, amelyik film magasértő és hazug, mert nem lehet beszélni Trianonról tanácsköztársaság nélkül. És ezt maguk a történészek is tudják, egyszer ki nem esett itt senki szájából az a szó, hogy tanácsköztársaság. És így egy rakás téma a társadalmon belül, amelyet nem érintünk, jobb nem érinteni, tényleg jobb nem érinteni, mert az ember aztán kap hideget, meleget. Darf ich bitte nochmal nachfragen, weil szabad visszakérdezni, de azt voltak bizonyos tabu témák. Hogyha jól értem, akkor az egyik feladata, amit maga elé tűzött, a Nemzeti Színházban, hogy ezeket a kérdéseket tegye föl, és válaszolja is meg. Mondjon esetleg konkrétan egy-két ilyen tabut. Melyik kérdésekre próbál meg ön válaszolni most? Nagyon-nagyon változó a képlet. Egyrészt úgy, ahogy vannak fogalmak, amelyek megvetésre méltóak, lenézésre méltóak, fölényeskedő gesztusok kapcsán jelennek csak meg. Ez a hazaszeretet, a honfiúi hűség, az önfeláldozás. Megvetendő és lenézendő az, hogyha valaki hisz és Istenbe kapaszkodik, és úgy gondolja, hogy nagyon-nagyon nagy baj a társadalomnak, hogy hitevesztett. Egy elképesztő a művészetünkben, egy elképesztő torszkép van 56-ról. Trianon témája mai napig nincs, ahogy a tanácsköztársaság témája sem feldolgozva művészetünkben. Ezek mind olyan kérdések, amelyek majd, és hát nemzeti mi voltunk viszonya Európához, a mi kultúránk viszonya az európai kultúrához. Ezek mind nagyon nagy kérdések, amelyek kapcsán 100 előadást, 1000 előadást kell csinálni. És 1000féle álláspont születhetik, és ez a helyes, a sokféleképpen látunk sokféle kérdést. Ezen nincs baj. Tegyük fel ezeket a kérdéseket, és gondoljuk végig. Szabó úr, most önt megkérdezhetném közvetlenül, hogy szükség van erre, ezért van szükség nemzetire? Hát szerintem mindig a... Őszintén nekem a nemzeti nem egy olyan nagy ügy, őszintén szóval. Szerintem jó színházat kell csinálni, és az a nemzeti, ahol jó színház van. Mert azt tartják fontosnak. Amikor a megkapta az Alföldi Robert a nemzetit, akkor meglehetősen nagy felzúdulás volt értelmiségkörökben, hogy kaphatta meg ő ezt a színházat.
És igazából ott az első alkalom, amikor én is foglalkoztam azzal, mert megkértek, hogy írjak egy cikket, hogy mi a nemzeti. És igazából abba az egy érdekes dolog, hogy addig, vagy azelőtt én azt gondoltam, hogy nemzetire nem nagyon van szükség, mert van egy globalizációs folyamat, és ez gyakorlatilag a nemzeti értéket föllazítja. Egyébként ez nagyon keserves a közép- és kelet-európában, mert lényegében ez egy profit vezérelte folyamat. És az emberek valóban gyengének kezdik érezni magukat, kiszolgáltatottnak, úgy érzik, hogy elvesztették előbb-utóbb az állásukat, és ez egy tömeges dolog, és gyakorlatilag elkezdik a okokat, a problémákat keresni. És gyakorlatilag akkor jutottam meg a gondolatig, hogy ilyenkor tényleg elkezdik a közöset keresni, amiben lehet kapaszkodni, valami közös érzést, ami egy táptalajt tud hozni, egy olyan alapot, amiről el lehet rugaszkodni. Én ezért nem tudok egyetérteni azzal, hogy most akkor a szoclibek, vagy ki, mindegy, hogy kik, tehát hogy most azok most büntetve vannak, még igazából itt közösen lehet. Gyakorlatilag egy közös alapot kell találni ahhoz, hogy ebből föl lehessen állni. Fontos megnézni a konzervatív szellemi darabokat, nem tudom, hogyan mondjam, a kritikai műveket is ugyanúgy érdemes megnézni, mert meg kell érteni egymásnak a gondolkodását, meg kell találni olyan közös nevező, és a közös nevezők mentén lehet erről lépni. Tehát ez a kicsit ez a szembenállási divat, ami most itt kialakult, ebből le kell építeni, mert önmunkat égetjük el benne. Tehát, tehát ebből jövőképet így nagyon nehéz kihozni. Én ezt látom a szakmámban, beszélgetek emberekkel, azoknál is azt látom. Tehát mindenki vágyik valamire, ami be lehetne kapaszkodni valami jövőképbe. Csak hogy ezt hogyan prezentáljuk, az egy nagy kérdés. Ebben a nemzetinek is egy abszolút szerepe, amit szerintem a függetleneknek is. És az a szomorú dologban, hogy kialakult lényegében a színház értelmiség, ha lehet ezt így mondani, között egy harc, egymást gyilkolják, most abban nem akarok, hogy ki kezdte el, és így tovább, de aztán egyik oldalon egzisztenciák nagyon megszűntek, és ebben azt látom nagyon nagy bajnak, hogy közben ebbe belefárad a közönség, a társadalom, és gyakorlatilag mibe menekül, ki menekülni akar ezek elől, és a commerce világ az átveszi szép lassan annak a helyét, amiről álmodozik a színház értelmisége. Bal, jobb oldalon, középen, mindenütt. Csak egy mondatot tennék hozzá, hogy anélkül egyetértek, de anélkül, hogyha a múltat nem tisztázunk, ugye ide jön Eszter, aki és felvezetőt csinál, és nagyon hálás vagyok neki, örülök, hogy itt vagyok tulajdonképpen, bár nagyon-nagyon sokáig vacelláltam, hogy jöjjek-e pont amiatt, amiket Schilling Árpád mond. Viszont azt mondja, hogy a Nemzeti Színházat a metró miatt lerombolták. Tehát ezért a köztudatban, amíg ezeket nem tisztázzuk és nem veszünk végig, hogy semmi köze nem volt a metrónak a Nemzeti Színház lerombolásához, ahogy az első, a 2000-es évek elején sem volt semmi köze valós problémákhoz, hanem azt a szellemiséget akarták megfojtani, amely abban a Nemzeti Színházban volt. És közben meg elhangzik itt, hogy a Nemzeti Színházat a metró miatt rombolták le. Ezeket a dolgokat végig kell beszélni, mert különben nem lehet dialógusról beszélni, hogyha a múltból jövő ekkora hazugságokkal Bobby Hildát említi, borzasztó ellentmondásos, valóban ő gyűjtött pénzt a Nemzeti Színház megépítésére. A Nemzeti Színház lerombolása után ír egy könyvet, amelyben nem is említi a tényt, hogy lerombolták a Nemzeti Színházat. Major Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója volt az első, aki megszavazta azt az első gyűlésen, hogy le kell rombolni a színházat. Senki sem, mindenki ellene volt, megdöbbenéssel. Ezek a tények nincsenek benne a köztudatban. Tehát hogy tudunk mi dialógust folytatni, amikor borzalmas sérelmek vannak, kibeszéletlenségek vannak, fájdalmak vannak bennünk? Én csak annyit akarok hozzátenni, hogy szerintem a dialógust mindig azoknak kell kezdeményezni, akik a pozícióban vannak. Tehát bármelyik kormányról is van szó, én, mint volt intézményvezető, ha volt egy konfliktus, egy problémám, akkor nekem kellett annak a problémának az élére állni, és nekem kellett azokat a kompetenciákat megtenni, hogy megnyíljanak azok a szájak, azok a gondolatok, amikkel előbbre lehetett lépni. A trafó elmúlt 15 évvel szerintem azért tudott így működni,
mert végül is ez a fajta vezetési stílus kialakul. És én őszintén szóval ezt hiányolom. Meg kell mondanom, hogy korábban egyébként küzdöttünk ilyeneket, mint függetlenek. Én kértem a szakmát, hogy veszik meg például, csak a saját területünket mondom, hogy mi a viszonya az establishmentnek és a függetleneknek. Ez minden napig ott van az asztalon, mert mivel a függetlenek érdekérvényesítésben nagyon gyengék, és nem politikusok, hanem apolitikusak, hiszen meg lehet nézni, a legnagyobb vesztese a mostani dolgoknak, hogy ott van a műcsarnok, a Ludwig Múzeum, és bizonyos értelemben a színháznál a trafot is ide rakják, mert hogy egy furcsa helyzetbe került, de azért tud működni, és sokkal jobb helyzetben van. De a lényeg az, hogy ez a terület, ez mind kortárs helyzetben foglalkozik, és ez nem fontos. Senki nem védi meg, miközben igazából nagyon izgalmas dolgokat próbálnak behozni ők is a köztudatba. Wie immer hängt das alles mit einem zusammen. Azt mondtuk, hogy a pénzről nem beszélünk most, a támogatásról nem beszélünk most, de Schilling Árpádot kérdezném meg, amit az elején mondott, és ami a vitához tartozik, hogy jobban értsük. Azt mondta, hogy az emberekben nem nemzeti színház után vágynak, hanem ezekről a kérdésekről. Van persze vágy a hazafiság iránt, van a történelem iránti érdeklődés, stb. És ez nem zárja ki a nemzeti színházat sem. Ez világos. De ön mégis, önt kérdezném most meg, ön számára az egy hamis út a nemzeti színházzal válaszolni ezekre a kérdésekre? Nagyon sok dolog fölmerült itt azért az utóbbi pár percben. Azért azt nem tudom, hogy ezt hallották-e, hogy elhangzott az, hogy elsősorban azért gondolkodott azon Vinyánszky Attila, hogy ide eljöjjön, hogy én mit fogok majd mondani. Nem ezt mondtam. Pontosan, hogy ettől, azt hogy mondtam, erre gondolt, hogy na pont az ilyenek miatt, amik itt elhangzanak, nem, emiatt hezitált azon, hogy el fog ide. De nem így van. Azt mondtam, hogy ezt az, mondta, amit vagy nem ezt mondtam, most önöket kérdezem. Amit nem fölvetettél. Ez az én, ezt már aussprechen, bitte. Szóval én azt szeretném mondani, hogy én szerintem ezek a kérdések, ezek egyrészt szakmai kérdések, és szakmai szempontból vizsgálva természetesen minden fajta színháznak létjogosultsága van. És ilyen értelemben én nem látok abban semmi kivetni valót, hogy valaki akár a vallásról, a hitről, a nemzetről, stb. Beszél. Én azt gondolom, hogy ezek korábban az ilyen típusú kezdeményezések nem azért váltak kritika tárgyává elsősorban, ez az én állításom, nem azért váltak elsősorban kritika tárgyává, mert ezeket az érzéseket önmagában tartják bizonyos szakmai szakemberek nevetségesnek, hanem a megvalósulás módját adott esetben. És én azt gondolom, hogy ez egy sokkal érdekesebb szakmai kérdés lenne, ami ennek a beszélgetésnek szerintem nem tárgya, hogy mitől működik egy színház, egy előadás, egy jelenet, stb. Én azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy ki miről szeretne beszélni a színházban, hiszen az a jó, ha a színházban mindenről lehet beszélni, és mindenki kifejezheti a színházban azt, amiről szeretne beszélni, és szerintem mindenre van is közönség, van is néző. Ez nem kérdés. Én nagyon örültem, hogy az Attila azt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy sokfajta színház működjön egymás mellett. Én mégis azt kérdezném, hogy akkor miért kellett, hiszen ezt egy nyilvános szakmai fórum helyzetben ő elismerte a mi műhelyünknek a támogatását politikai alapon megvágni. Tehát én erre lennék kíváncsi, hogy miért kell politikai alapon a Krétakörnek juttatott állami támogatást megvágni, szemben azzal az állítással, hogy egyébként mindennek létjogosultsága van. Válaszoltuk, ugye most? Tehát nem folytja belém a szót, csak azért. Nem, köszönöm. Tehát akkor tisztázom, azért gondolkodtam, mert én is úgy gondolom, hogy egész abszurd, hogy itt Berlinben beszélünk ezekről a kérdésekről. Tehát nem azért, amit Schilling Árpád mondani fog, hanem ez a helyzet, ennek a helyzetnek van egy abszurditása. Akkor most ezt így tisztáztam. A másik dolog a finanszírozás. Nem tudom, hogy mennyire ismerik önök, tehát a miniszter mellett működik egy öttagú bizottság, amelynek vezetője vagyok, amely eldönti azt, hogy milyen pénzek mennek ki színházakhoz a következő évadban. Ez alatt, a bizottság alatt van egy érdekegyeztető tanács, amely a szakma képviseléből áll össze, és a legszélesebb körből kerülnek oda be emberek. Tehát így működik a idei pénzosztásunkat, ellenszavazat nélkül szavazta meg a szakma képviseléből álló
érdekegyeztető tanács. Elmúlt évben a pénzosztásunkat ellenszavazat nélkül szavazta meg az érdekegyeztető tanács. Olyan pénzosztást valósítottunk meg, ahol az új színház, amely itt fölmerült és téma volt, nem kapott lényegi emelést, míg a Katona József Színház, a Radnóti Színház és az Örkény Színház, amely színházakat nagyon nehéz volna kormánypártinak nevezni, lényegi emelést kapott idén is, tavaly is. Tehát ez az, hogy a krétakör kapcsán egész konkrétan, hogy ne kerüljem ki a választ, én, ahogy a szakma nagyon-nagyon jelentős része úgy gondolja, hiszen látszik a korábbi finanszírozásból, és látszik a szakmai bizottság ajánlásaiból, hogy a krétakör már, és sajnálom, ezt nekem itt kell kimondani, nem az a krétakör, amelyik a 2000-es évek közepén volt. Az a krétakör kiemelt támogatástban kapott és részesült. Volt olyan év, amikor egymaga az összes függetleneknek járó pénz egynegyedét kapta meg. Ez a krétakör másként, más mennyiségben, és azok, még egyszer mondom, akik a szakmában ebben járatosak, véleménye szerint más minőségben is dolgozik. Abban a konkrét esetben nem csak a krétakörtől vettünk el pénzt, hanem elvettünk még 4-5 színháztól, azért, hogy olyan színházoknak, amelyek semmilyen támogatást nem kaptak, tudjunk támogatást nyújtani. Das ist natürlich, wie Sie genau wissen, eine sehr Ez egy nagyon kényes vita persze, hogy ezt minőségi kérdését tette most. Erre majd rá fogok kérdezni. Tehát most azt mondta, hogy leromlott a krétakör minősége, ezért nem kapnak annyi pénzt. Igaz ez? A probléma az az, hogy itt volt egy szakmai zsűri. Ezt a szakmai zsűrit a Vinyánszky Attila által elnökölt bizottság nevezte meg. Ez a szakmai zsűri, ez megítélt egy összeget. Ezt az összeget, ami egyébként a korábbi támogatásoknak, tehát mondjuk az 4 évvel ezelőtti támogatásunknak a 10%-a, tehát ezt az összeget, amit ez a szakmai zsűri megszavazott, ezt az összeget vágta meg még a bizottság 1/3-dal, és amikor erre pontosan ebben az érdekegyeztető tanácsban volt egy rákérdezés, akkor a válasz az volt, hogy politikai alapon. Én erre kérdeztem rá, és erre nem kaptam választ. Én válaszoltam rá, szerintem nem politikai alapon, hanem azért, mert egy sor másik színháznak ez a bizottság nem adott támogatást. És úgy gondoltuk, hogy azok a színházak is megérdemlik azt, hogy valamilyen támogatásban részesüljenek. Még egyszer mondom, de ha kell, felsorolom, és itt van, direkt elhoztam, ha valakit komolyan érdekel, az egész támogatási valami. Itt van velem Kornya István, németes, boldogan állok mindenkinek a rendelkezésére, és számokat tudok mutatni, ez a hivatalos adat, visszamenőleg a 2000-es évek közepéig. Mind itt sorba számok, táblázatok, végig az összes színház finanszírozás, és meg lehet nézni azt is, hogy mely színházak kaptak abból az 5 millióból, és kaptak még más színházak pénzeiből, amelyeket levettünk. Semmi, tehát én tőlem ilyen, hogy politikai alapon lett elvéve, még egyszer mondom, illusztrációként 3 nagy, kifejezetten nem kormánypárti színház. Olyan színház, ahol van olyan darab, ahol én vagyok, mint negatív főhős a színpadon. Emelt támogatásban részesült tavaly is, tavaly előtt is. Lényegesen emeltük a támogatásukat. Szerintem ez eléggé fontos dolog, hogy vannak a kormánypárti színházak, és vannak a nem kormánypárti színházak. Nyilván, ez szerintem egy fontos tudás. Nyilván vannak olyan, tehát a... Darf ich, Vinyánszky, darf ich noch mal nachfragen? Vinyánszky úr, kérdezhetek még valamit? Van egy olyan gyanú, ugye ez a gyanú, ez megvan, ezt nem csak Schilling Árpád vetette fel, hanem hogy ezek a folyamatok... hogy politikailag indukáltak ezek az esztétikai kérdések. Tehát mind a ketten azt mondták, hogy semmi problémáik nincsen az ilyen különböző színházi formákkal, ezeknek egymás mellett kell léteznie, de önnek egy jó eszköze van a kezében, a krétakört meg lehetne hívni a Nemzeti Színházba, hogy ott mutassanak be valamit. Mi szól ez ellen? Én egyszer meg akartam
hívni, és megint bocsánat, akik ismernek, tudják, hogy sohasem beszélek ilyen dolgokról. Én meg akartam hívni egy Kritakör produkciót a Deszka Fesztiválra még Debrecenbe, megnéztem azt a produkciót, és nem tartottam arra jónak, hogy meghívjam. Szerintem ez teljesen legitim. Tehát számomra ez nem egy kérdés. Van valaki, aki egy fesztiválnak a vezetője vagy igazgatója, ráadásul saját alapítású fesztiválról van szó, ő úgy dönt, hogy egy bizonyos produkciót nem hív meg. Nem ez a kérdés. Én ezt elfogadom. Elfogadom azt is, hogy vallásos vagy bármilyen más hasonló érzetek vannak kifejezve a színházban. Én egy csomó mindent ebből az egész történetből el tudok fogadni, velem együtt sokan mások is. A kérdés az, hogy ez egy mesterséges vagy valóságos szituáció, amikor kormánypárti és nem kormánypárti, jobboldali és baloldali történetről beszélünk, ahol hol erre ling ki az inga, hol meg arra. Én szerintem ez egy mesterséges szituáció, és ez csak pontosan azokat a reflexeket tartósítja, amiről itt korábban a történészek is beszéltek. Többfajta megoldás is van arra adott esetben, csak egy javaslat legközelebb, hogyha például kell olyanoknak pénzt adni, akiknek nincsen a működésére, hogy lehetséges azzal a területtel egységesen ezt a kérdést valahogy tisztázni, és azt mondani, hogy itt valamilyen aranytalanság történt, erre találjuk meg a választ. Az, hogy erre az a válasz, hogy beavatkozunk egy szakmai zsűrinek a véleményébe, ráadásul politikai alapon, ez szerintem nagyon rossz irányba visz, ez az én véleményem, és azt gondolom, hogy ezen az úton csak is ezeket a rossz reflexeket fogjuk fenntartani ebben az országban. Én értem, hogy neked az a célod, hogy súlykold a beleavatkozást politikai alapon. Én már harmadszor próbálom cáfolni, azzal igazolva, hogy nagyon-nagyon-nagyon elégedett volt a szakma a pénzosztásunkkal, hiszen egyetlen egy ellenszavazat nem jött az érdekegyeztető tanács részéről. Nagyon bátor dolgokat léptünk meg, évtizedek óta nem mernek, pont amiről beszél Gyuri, komercializálódik a színház, évtizedek óta nem mertek hozzányúlni zsíros, kövér, konvers színházak költségvetéséhez. Mi megmertük ezt tenni, elvettünk tőlük pénzeket Budapesten, és hozzá odaadtuk a Katonának, az Örkénynek a Radnótiak. Mertünk venni pénzt Győrben, elvettünk, mert úgy éreztük, hogy az a program, amit megvalósít, az nem egy nemzeti színházhoz méltó program, és odaadtuk olyan színházaknak, ahol progresszív változásokat tapasztaltunk meg. Ezek most friss tények. A tény, az egyik színházi társulat a Függetlenek között, amelyet többek között abból a pénzből, amit a Kritakörtől elvett a bizottság megkapott, az egy full, 100%-os kommersz színház. Egy kommersz színház kapott, én nem sajnálom tőle, nem ez a kérdés, mert kapjon felőlem, a kommersz színház is kaphat pénzt, állami támogatást, kap is. Én csak azt gondolom, hogy ez a fajta magyarázat, hogy nem politikai, ellenben szakmai, ez nem állja meg a helyét ebben a formában, mert ez egyszerűen nem igaz. És az sem igaz, hogy nem volt szó arról, hogy ez egy politikai döntés lenne, hiszen a kulturális államtitkár által kezdeményezett megbeszélésen szóba került az ügy, és akkor Vigyánszky Attila maga mondta, hogy ez egy politikai döntés volt. Én ezzel azt szeretném mondani, hogy természetesen... Jó, akkor minden esetre ez egy végeláthatatlan történet igen, ebben az értelemben. Én még egy dolgot szeretnék mondani, ami számomra sokkal fontosabb és sokkal érdekesebb természetesen ezeknél a Purpárléknál, az az, hogy amikor följön ez a kérdés, hogy a hazaszeretete vagy az egyház kérdése és az összes többi hasonló rendkívül fontos közösségképző erő, akkor én azt gondolom, hogy arról természetszerűleg beszélni kell, hogy a társadalomban igenis igény van egy hovatartozás, valahova tartozás érzésére. Ez a valahova tartozás viszont nagyon sokrétű, nagyon sokfajta lehet. Lehet például az, hogy az ember a falujához, az önkormányzatához kötődik, egy régióhoz kötődik, ami adott esetben határokon átnyúl. Adott esetben a nemzeti identitásához kötődik. Én azt gondolom, hogy ezeket a hovatartozás érzéseket meg kéne hagyni az embereknek, legalábbis lehetőséget kéne adni nekik, hogy
hogy képesek legyenek kifejezni, hogy mi az a fontos valami, amihez szeretnének tartozni, és ezeket nem egymás fölé rendezni, és nem hatalmi szóval megmondani, hogy már pedig ez a megoldás számotokra. Én azt gondolom, hogy igenis a hovatartozás kérdése, és ez lehet vallási, lehet nemzeti, és annyi minden más. Ezzel szemben viszont azt érzem, hogy pontosan ebben az országban most a különféle autonómiáknak, önrendelkezéseknek, önkormányzatiságnak a leépítése zajlik. Tehát pontosan az a valahova tartozás élmény az, ami megszűnik kicsiben, és helyette maradnak a nagyformák, és a nagyforma jelenti a vallást, jelenti a nemzetet, amik hangsúlyozom, számomra semmilyen problémát nem jelent, magyarnak tartom magam, és így tovább. Tehát számomra is ezek fontos értékek, csak azt mondom, hogy nem lehet egyetlen egy értéket így abstart kinevezni fő értéknek, amihez mindenkinek csatlakoznia kell. Meg kell hagyni a lehetőséget az embereknek arra, hogy a saját környezetükben alakítsák ki ezt a gócpontot, ezt a valami. Mélységesen egyetértek azzal, amit mondasz. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedeknek a legnagyobb bűne az volt, hogy egy feltétlen igazodási vágyat kellett, hogy kineveljen az alkotókban. Aki nem azon elvek mentén gondolkodott, az kirekesztetett. 100 000 példát tudok fölhozni az elmúlt évtizedekből. Ha nem azon gondolatok mentén voltál, akkor mondjuk még az alternativitás kapcsán rendkívül érzékeny Gyuri is úgy gondolja, hogy mondjuk a Beregszállói Színház előadását, vagy az én előadásomat 20 éven keresztül nem nézi meg, mert nem kell megnézni ezt. De még egyszer mondom, rakás példát tudnék fölhozni. Az a legnagyobb feladatunk most, hogy így, hogy egy másik gondolat is teret kapott, ezt a görcsös igazodási vágyat oldjuk föl. Mert szerintem művész generációkat bénít meg. Megbénít, mert a szabad akarattól fosztja meg őket. Attól, hogy önállóan döntsék el, hogy mit akarnak csinálni. Állandóan igazodnak. Folyamatosan megfelelnek valaminek, valamilyen elvárásnak. Ja, es scheint ja auffällig zu sein, dass... Eléggé feltűnőnek tűnik, hogy ugye vannak különböző vélemények itt a pódiumon, de mindenkiben megvan a haza iránti vágy, akármit is jelentsen ez, egy olyan haza iránt, amiben otthon lehetünk, otthon érezhetjük magunkat. Magyarországon volt egy antológia, Édes hazám, egy bestseller. Nagyon különböző hangulatú volt, művek voltak benne, és azért az jellegzetes, vagy jellemző, hogy ennyien olvasták, és ez ennyire politikai színezettű... Nem tudom, ez talán nem is annyira vita tulajdonképpen az esztétikai szempontból, mert itt nagyon sok mindenki egyetért, hanem inkább politikai pozíciók közti vita, politikai súlypontok közti vita, mert ugye Vinyánszky úr az elején mondta, hogy 70, kicsit sematikusan mondta, hogy 70 évig ez egyik dolog volt nehezebb, azt vagy több, aztán most valami új dolog jön, aztán a 50-es években volt egy kis egyensúly. Hát én azt mondanám, hogy ha az ember a Nemzeti Színház intendánsa abban a pillanatban tulajdonképpen egy ilyen országban, vagy egy ilyen városban ugye az embernek hatalmas szerepe, vagy súlya lesz hirtelen, és hogyha megnézzük az előző intendánst, akkor ugye a kérdés volt, hogy mi a mi történetünk, mivel kapcsolódunk, nemzeti örökség, magyar irodalom, de múzeum, vagy... Egy nemzeti színház reprezentálja is azt, ami jelenleg történik a társadalomban. És itt keresték a kapcsolatot, hogy mindig sikerült-e, azt nem tudom, ezt nem tudom megítélni, ahhoz túl keveset láttam. De most van egy új intendáns, és most ez egy nagyobb történethez kapcsolódik a múlthoz, egy vágy, egy identitás keresés tulajdonképpen a múltban, ami számomra nagyon lényeges, ez a vágy, egy ilyen az iparosítás előtti Magyarország felé, tehát ezek a vidéki képek, elképzelések nagyon szépen lefestve, ez az erős kapcsolódás a hazához, a folklórikus dolgok, tehát most a darabokban, a rendezésekben, és ugye ez a vágy, ez nagyon erős, és én ismerem a vidéki életet, és nagyon kemény, és nagyon borzalmas, és nagyon csúnya jelenleg, és ez a város és vidék közötti ellentét egy borzasztóan nagy téma, és nagyon sok író foglalkozott már ezzel,
És fontos is, hogy ezzel foglalkozzunk, és most van egy nemzeti színház, amely ilyen módon ilyen nagyon erős művészi személyiséggel megoldja az önmaga számára programatikájában, és tesz egy javaslatot erre, egy erősen esztetikus javaslatot. És ez egyidejűleg az összmagyar színházi, az összképnek a sokrétűsége is jellemző, amit én nagyon különlegesnek tartok. Tehát ugye mindig azért tartottuk annyira érdekesnek azt, hogy a magyar csoport társulatokat meghívtuk a fesztiváljainkra, és nem azért, mert hogy annyira jól alkalmazkodtak már a nyugathoz, és más eszközzel lejátszották azt, amit mi már ismertünk, hanem nem. Azért hívtuk meg őket, mert úgy éreztük, hogy tudunk valamit tanulni, kiolvasni ebből az országból, ezekből a művekből, és ezek a független művek, tehát a Krétakör, Blackland, vagy a Pintér Béla művei, stb. Tehát úgy éreztük, hogy vannak kapcsolódási pontok ahhoz, hogy Magyarországon pontosan mi történik, ilyen betekintést adott nekünk, és ugye ez emiatt is hívtuk meg őket, tehát például a Pintér Béla, aki egy olyan magyar, aki saját magából merít, és kérdéseket vet fel. És ezért is érdekelt bennünket az, mert ebből ki tudunk olvasni valamit, tehát ki tudjuk olvasni, hogy mi történik Magyarországon, és ugye különbözőképpen is lehet a színházból olvasni, a művekből olvasni. És ugye most például a Polgár Csaba, ez is egy klasszikus darab, és ennek ellenére sok mindent ki lehet olvasni az országra vonatkozóan. Tehát nagyon sok színhely van, és tényleg csodálatra méltó, hogy a marginalizálás, a kirekesztés ellenére hogyan lehet ezeken a dolgokon dolgozni, tovább dolgozni. Például mind ugyanabból az iskolából jönnek, egy nagyon hasonló hátterük van, hát a képzési háttér, ezek kitűnően képzett színészek is, tehát most az off színházakban vagy a nemzeti színházban nagyon-nagyon jó színészeket látni, és természetesen aztán lehet arról is beszélgetni, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az, ami közelebb, mi az, ami távolabb áll az emberhez, és amit az elején te is említettél, hogy azok, akiké a legnagyobb intézmény, azok felelősek azért, hogy egy olyan kínálatot hozzanak fel, hogy ami többieket nem rekeszti ki még inkább, és a személyi politika Budapesten is egy eléggé bonyolult, nehéz kérdés szerintem, és ebben nem lehet beleavatkozni, de csak annyit mondhatunk, hogy egy nagyon kitűnő színházaitok vannak, és borzasztónak tartom, hogyha ez nem tud egymás mellett működni, mert ugye lazán is lehetne nézni a dolgokat, azt mondhatjuk, hogy jó, van a főépület, az ezt csinálja, és ugye megvan minden másnak is a piaca, ez is jó Magyarországon például, hogy az összes előadás tele van. Tehát ez nem úgy van, hogy vannak olyan előadások, ahova senki nem jön el, és a többi az meg tele van, ha teltház előtt játszik, hanem tényleg van igény ezekre a különböző látásmódokra. A színházi feltételek tehát kitűnőek Magyarországon, talán kicsit cinikusan hangzik ez, mert olyan ellentmondásosak ezek a kérdések, de Schilling úr ezzel kapcsolatban akart még mondani valamit. Az a ti szerepbe kerül minden, ami Magyarországon történik, mondjuk itt színházi szempontból, és szükség van egy külső megerősítésre, hogy egyébként jók vagytok, és ne adjátok föl, és én azt gondolom, hogy ami szerintem nagyon fontos ebben a történetben, ez én számomra egy kulturális kérdés, és ilyen értelemben modellértékű lehet, és más országok számára is egy fontos tanulság. Azok a bizonyos traumák vagy sebek, azok ugye folyamatosan fenntartanak egy sérelmi alapú politizálást hazánkban, Magyarországon, és ebből adódóan mindig az van, hogy jön egy politikai erő, és akkor ő úgy érzi, hogy valamilyen sérelemből ő ilyen-olyan módon majd helyre teszi a végre a rendszert, végre beáll az a számára elképzelhető, vagy legpozitívabb kimenetelű egyensúly, és általában ezek a sérelmi alapú helyretételek, vagy kiigazítások általában iszonyatos kilengésekkel és pusztításokkal járnak. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen hiányzik az a fajta kulturális, vagy akár humánus belátás, hogy attól még, hogy valaki politikai, szakmapolitikai, hatalmi pozícióba kerül, onnantól kezdve hogyan kell tudnia a saját
saját sérelmein vagy negatív tapasztalatán túllépnie, és megértenie, egyrészt disztingválni, tehát megérteni, hogy akár adott esetben, amit ő sérelmesnek tart, az nem is biztos, hogy annyira egyszínű. Lehetséges, hogy az emberek nem oszthatók föl ilyen egyszerűen ilyen csoportokra, hogy ilyen meg olyan párt szimpatizánsok. Lehetséges, hogy létezik egy olyan része a magyar társadalomnak, amely egyik rendszerváltás utáni párttal sem elégedett, és egy komplex negatív élménye van, és igyekszik ezt nem sérelmi alapon kinyilvánítani, hanem konstruktív módon valahogy viszonyulni az éppen aktuális hatalmi helyzetekhez. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kulturális kérdés, és éppen ezért szerintem elég fontos kérdés Európában, Európának nagyjából a közepén, így úgy amúgy, de valahogy azt megélni, hogy ez egy lehetséges válasz a problémákra, ez a bizonyos sérelmi politizálás, és hogy ebből nagyon rosszul jöhetnek ki társadalmak, és hogy bizonyos politikai problémákra, lásd gazdasági válság, menekült kérdés, és egy csomó hasonló, tulajdonképpen nagyon-nagyon durva, egyszerű, sérelmi, vagy akár bosszú alapú válaszokat lehet hozni, és ez hosszú távon szerintem egyetlen európai társadalomnak sem jó, így a miénknek sem. Ezzel én egyetértek. Én egy dolgot hoznék vissza az előzőben elmondottakból. Képzeljék el azt, hogy Magyarországon nem csak az van, hogy vidék és város, hanem, vagy biztos tudják, van főváros és vidék szembenállás is. 2008-ban például a pályázati pénzek összeszámolása kapcsán kiderült, hogy a vidék 21%-át kapja az a vidék, ahol lakosság 8 millió magyar lakik, még a fővárosban 2. 21%-át a pályázati pénzeknek, 8%-ot kap határon túl, és értelemszerűen 71%-át a főváros kapja meg. Mi is úgy gondoljuk, ennek az anomáliának eredményeként ilyen évtizedes, ez nem egy évnek az eredménye, hanem most majd megvizsgáljuk, hogy az elmúlt időszakban sikerült-e ezen változtatni. Például a vidék helyzetbe hozatala. Például az, hogy nem csak fővárosban vannak befogadó színházi helyek, hanem vidéken. Például az, hogy csak a fővárosban struktúrán kívüli színházak alig vannak vidéken. Mert mire megszülettek, meg is folytották őket, és eltűntek a placról. Például az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy a vidéket ilyen értelemben helyzetbe hozzuk. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, sajnos rohan az idő. A Budapesten élő német író és fordító Wilhelm Drost azt mondta, hogy az összes vita egyetlen problémája az, hogy állandóan pártállást kell foglalni, és ez megakadályozza azt, hogy meghallgassuk egymást. Remélem, hogy ez kicsit sikerült elkerülnünk, és remélem, hogyha most jönnek a kérdések, amit szívesen fogadnánk, hogy ezek kapcsolódnak ehhez. Kérem, konkrét, egyértelmű kérdéseket, rövid kérdéseket tegyenek föl, ne referáljanak, hogyha lehet, és a pódiumon ugyanez vonatkozik, pódiumra. Először begyűjtünk egy pár kérdést. Egy rövid kérdés mind a három rendező színházcsinálóhoz. És megint van egy láthatatlan TTT Magyarországon. Tudják, mi a TTT, tilos, tűrt, stb. És támogatott. 72-ben jártam színházi kritikusként Budapesten, 73-ban, és akkor láttam Béke Lászlót, aki a nemzetközi szinten ismert rendező volt. Kis lakásban lakott, három gyereke volt, és alig tudott dolgozni. Aztán utána B. András, nem értettem a nevét, egy úgynevezett titkos kiállításon voltam egy lakásban. Volt magyar külügyminiszter, neve nem jut eszembe, kivégzett magyar külügyminiszter, és ott láttam ezeket a munkat. Mi, tényleg te ott voltál? Magyarországon volt ez a TTT, tilos, tűrt és támogatott, ez volt akkor. És akkor azt mondták, hogy ha nem lennél külföldi, akkor nem maradhatnál itt, de miután külföldiként nem tudod, hogy mi hogy bánunk ezzel a 3T-vel, ezt neked nem kell tudnod. Van-e még kérdés?
Köszönöm szépen. Köszönöm a jó vitát. És in media stress volna egy kérdésem. Nagyon jó, hogyha különböző színházi fórumok itt vannak egy asztalnál, és a színházak lebecsülése és hatalmi helyzete, hogy lehet, hogy a checks and balances, tehát hogyan lehet ezt megvastani, hogy a nagy, hogy lehet az, hogy a legnagyobb színház igazgatója, a legfontosabb színháztámogatási bizottság elnöke is, hogy lehet ez lehetséges ez egy demokráciában? Lehet, hogy ezt a kérdést nem lehet Magyarországon föltenni, hogy érvényes itt a véleménypluralitás, a véleményszabadság, mennyire van szükség egyáltalán egy teljhatalmú nemzeti színházra? Tehát miért legyen teljhatalmú? Azt, hogy szerintem semmit sem tiltanak, semmi sincs, és mindenki úgy beszél, és azt mond, amit akar, és úgy csinál előadást, ahogy akar. A másik az, már nem vagyok a bizottságnak az elnöke. Azért vettem részt még a pénzosztásban, mert ez egy nagyon komoly, felelősségteljes feladat. Tehát gondolja azt meg, hogy többi 40 színházanyagát kell átolvasni. Én 3 éve folyamatosan átolvastam, tanulmányoztam, de már nem vagyok. Másrészt meg nem tudom, hogy ide figyelte, tehát van egy kontroll alattunk, felettünk, az az érdekegyeztető tanács, amelyik, ha rosszul végezzük a munkánkat, akkor azt mondja, hogy rosszul osztottátok, urak, a pénzt. De ez az érdekegyeztető tanács tavaly is, tavaly előtt is, idén is megszavazta, idén ellenszavazat nélkül a munkánkat. A másik dolog, és az utolsó, én tulajdonképpen zárszóként szeretném megköszönni, hogy itt lehetek. Első alkalom tulajdonképpen az volt, hogy a NACT kritikben megjelent egy interjú velem, mert külföldön nem akarják azt hallani, amit mi mondunk. A teáter, hogy te, ugyan érintve voltam, nem válaszol, nem közölt el az írásomat. A Le Monde többszöri kérése nem csak az én írásomat nem közölt el, ahol engem érintő kérdések kapcsán megnyilvánultam, hanem az egyik legnagyobb francia írónak, Valér Novarinának az írását se közölt el. Most készült egy remek film Magyarországról, svéd alkotók készítették, Kobra csoport, remek alkotók. Egy órás interjút adtam nekik, egy mondatom nem került be ebből az interjúból a filmbe. És most tudnám 15 percen át sorolni, hányszor próbálkoztam véleményt formálni, szerettem volna véleményemet eljuttatni. Nagyon fontos, hogy nyugaton ne csak azt hallják meg, amit szeretnének meghallani, hanem hallják meg egy másik igazság létét is, mert hogy van egy másik igazsága is a történetnek. És köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon jót mondott a rendszervezőinek, köszönöm szépen, de mégis azért rá kell kérdeznem. A fiatal ember a közönségből azt kérdezte, nem lett volna okosabb, hogy nem mondhassák azt, hogy elfogult, hogyha nem vállalt részt ebben a pénzelosztásban. De ezért úgy gondolom, hogy nagyon helyesen tettem, hogy mostantól nem vállalom. Tehát amikor az a pénzosztás, ez egy folyamat, ez nem úgy van, hogy engem kineveztek decemberben, javában feldolgozás alatt, az előző év anyagai feldolgozás alatt voltak. Tehát egy irgalmatlan mennyiségű papír, információ a színházakról. Tehát ez hozzáteszem, hogy társadalmi munkában végzem, mert ezzel is gyakran vádolnak. A munkák, amelyeket pluszt végzek, az társadalmi munkában végzem. Tehát úgy tanítok egyetemen, hogy nem veszek fel érte fizetést, és a többi és a többi. Tehát, mert ebből is volt már nem tudom mennyi vád. Van-e még kérdés a közönség körében? Szóltunk, mert ránk is vonatkozott a kérdés szerintem, nem? De lehet, hogy félreértettem. Tehát, én azt gondolom, hogy tehát abban teljesen igaza van az Attilának, hogy ilyen, hogy tiltás, tehát effektív tiltás, ez nem létezik, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát nem ugyanez a dinamika, nem ugyanaz a szituáció. A tűrés az már ilyen értelemben megjelenik, hiszen létezik olyan ideológiai vagy politikai preferencia, ami alapján egyébként valami
nyilvánvalóan szimpatikusabb, valamivel nem szimpatikusabb, és ez a fajta meggyőződés, ideológia vagy politikai meggyőződés, ez adott esetben az állami támogatásokban érződik. Tehát nem pusztán szakmai alapú, hanem ideológiai alapú is a pénzosztás, tehát ilyen értelemben igenis érzékelhető a megtűrés, tehát hogy lehet dolgozni, bármit lehet abszolút mondani, az államnak az állami szubvencióban való részvétel az már nem feltétlenül szakmai alapon történik. Erre egy példát mondanék egyébként, hogy ez egyébként hozzáférhető ez a felvétel. Az egyik kormány közeli televízióban ugye az újságíró azt kérdezte a kultúráért is felelős minisztertől, hogy egyébként nem gondolja-e, hogy azokat a szervezeteket, vagy azokat a független, vagy bármilyen művészeti, vagy hasonló civil szervezeteket, amelyek egyébként az állammal, és hát konkrétan a jelenlegi kormánnyal szemben esetleg kritikusak, és ebben adott esetben radikális eszközöket is bevetnek, akkor azoktól nem kéne megvonni az állami támogatást. Erre a miniszternek a válasz az volt, hogy I agree, vagyis hogy egyetértek ezzel a fölvetéssel, tehát, és még hozzáteszi, hogy nem fogjuk, tehát, hogy nem fogjuk támogatni. Ettől függetlenül természetesen, főleg, hogyha választási év van, akkor ez valószínűleg nem fog megjelenni a pénzosztásban, de később azért lehet, hogy lehet rá számítani. Egyébként pedig a check and balances-re visszatérve, hogy én szerintem is ez a legnagyobb probléma, de ez nem egy új keletű probléma, ez nem egy 3 éves történet. Én szerintem amióta Magyarországon úgymond lehetőség volna arra, hogy működjön ez a fajta fékek és ellensúlyok rendszere, azóta nem működik ez. Mindig vannak, akik azt gondolják, hogy ők bizony felkészültek annyira, hogy különböző irányból is képesek komplex módon megközelíteni a problémákat, és egyedül megoldani az ilyen feladatokat. Ez mind politikusokban, mind szakemberekben ez létezik, és közben nem tudjuk, és nem realizáljuk, hogy tulajdonképpen ilyenkor, amikor ezeknek a sajátos ilyen messianisztikus elképzeléseinknek felelünk meg, akkor tulajdonképpen minden egyes pillanatban egy szöget verünk be a demokráciának a koporsójába. Nem gondoljuk, hogy ezek között összefüggés lenne, hiszen azok, akik ezeket a funkciókat, a több ilyen sokrétű funkciókat egyszerre elvállalják, azok mindig biztosak abban, hogy amit ők csinálnak, az a lehető legjobbat tesz a közösségnek és a társadalomnak. Tehát abszolút jó szándékkal járnak el, nem azzal a meggyőződéssel, hogy ők valami rosszat akarnának, hanem hogy jót akarnak, csak közben nem értik, hogy ennek van egy olyan, hogy mondjam, demokratikus gyakorlat szintű probléma, amit ez felvet ez a gyakorlat, tehát hogy ez nem kötődik össze. Tehát tulajdonképpen ezt a check and balances, ezt nem is nagyon értjük. Eine Frage an Herrn Vinyánszky. Vinyánszky úrnak egy kérdés. Nem zavarja az, hogy önt Orbán Viktor nevezte ki, aki rengeteg demokrácia ellenes törvényt hozott, és hoz is jelenleg? Minden Nemzeti Színház igazgatót valamelyik miniszterelnök kinevezi. Mindegyiket. Ez már csak így van Magyarországon. Nem hiszem, másként gondolom, ugye nem baj, ha én másként gondolom, Orbán Viktor nagyon fontos intézkedéseket, és korán sem egyértelmű az, hogy ezek demokrácia ellenes intézkedések. Ezek az ön véleménye, az én véleményem egészen más ebben a történetben. Megengedik, én is magyarul szólok hozzá, ugyan a következő beszélgetési muszáj 2-3 mondatot itt elmondani. Már csak azért is, mert a német közönség engem nem ismer, de korábbi kulturális államtitkárként én dolgoztam ki azt a finanszírozási rendszert, amelynek köszönhetően a magyar színházak a támogatásokat kapják. Tehát kevesen ismerik annyira jól ezt a finanszírozási rendszert, mint én, hiszen a jogszabálynak egy jó részét magam írtam. Tehát először is azt kell lássák, hogy Magyarországon több mint 40 milliárd forintot fordítunk színház finanszírozásra, abból a 40 milliárd forintból 1,7 milliárd forint jut a Nemzeti Színházra, tehát kevesebb, mint a teljes állami támogatásnak az 1/20-a. Budapesten van 5 színház, amelyik mind a költségvetési támogatását tekintve, mind a tényleges éves költségvetését tekintve nagyobb színház, mint a Nemzeti Színház. Tehát nem a Nemzeti Színház a legnagyobb színház Budapesten. Ráadásul, hogyha a nézőtér nagyságát nézem, a játszott előadásoknak a számát nézem, akkor szintén nem a legnagyobb színház a Nemzeti Színház. Az, hogy a Nemzeti Színház körül most ilyen polémia alakult ki Magyarországon, az valójában nem esztétikai, hanem politikai kérdés, de
a Nemzeti Színház valójában Budapesten a nagy-nagy színházi rendszerből csak egy színház. Tehát úgy beállítani a dolgokat, mintha a legnagyobb magyar színház igazgatója osztaná többieknek a pénzt, ez egyszerűen tényszerűen nem igaz. Ez nincs így. Másrészt azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a színházi támogatási rendszerben egy nagyon bonyolult törvényről beszélünk. Nagyon okosan ki van véve az a lehetőség, hogy a politika direkt módon határozza meg a támogatást. Tehát amikor arról beszélnek itt, hogy Magyarországon a színházak támogatása alapvetően politikai alapon történik, vagy a politikai hovatartozás mentén történik, az egyszerűen nem igaz. Sajnos 20 éve benne vagyunk odahaza egy olyan diskurzusban, hogy az emberek a saját kudarcaikat, a saját pozícióvesztésüket azt valamiképpen politikai támadásként akarják megélni, és nem mondjuk a tehetség hiányának. Nagyon sok olyan példát tudnék mondani, hiszen a Nemzeti Kulturális Alapot is vezetem, hogy emberek, akik évek óta nem kapnak támogatást azért, mert egyszerűen az a művészeti produktum, amivel pályáznak, az minősíthetetlen, értékelhetetlen, magyarul rossz, és mondjuk egy szakmai bizottság 100%-a elutasítja, utána levelekkel bombázzák a nyilvánosságot, hogy ők politikai alapon nem kaptak támogatást. Ez nyilván nem igaz, csak ez könnyebb elmondani. Ez nem csak a jelenlegi kormány alatt volt így, az azt megelőző 8 évben baloldali kormány volt, számos önmagát konzervatívként vagy jobboldaliként definiáló szerző nem kapott támogatást, és azt volt a legegyszerűbb mondani, hogy azért nem kaptam támogatást, mert engem üldöznek a szocialisták. Nem igaz, hát azért nem kapott, mert amit csinált, az csapnivaló, rossz, értelmezhetetlen és értékelhetetlen. Sajnos azt is tudomásul kell venni, hogy vannak olyan szellemi műhelyek, amelyeknek, ahogyan az ember életének is, van egy pálya ívük. És vannak szellemi műhelyek, amelyek egy jelentős életszakaszban a csúcson vannak. És nagyon nagy dolgokat tudnak megvalósítani. És aztán egyszer csak a csúcsról elindulnak lefele. Ezért nem lehet hitbizományoknak vagy kiváltságoknak tekinteni a támogatást. Tehát, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt 10 millió forint támogatást kapott, most meg csak 5-öt, az nem biztos, hogy azért van, mert a politika nem ismeri el a teljesítményét. Viszont a kulturális támogatásban... Nem tudja azt elmondani, azt kérdik, hogy ne tartani kórazalátokat. Ez így van. Simon úrnak majd a következő panelban lesz lehetősége hozzászólni, és most akkor még egy további jelentkezést szeretnék, vagy először meghallgassuk meg arra, ami most elhangzott, igen. Azt szeretném mondani, hogy egyrészt nyilván én értem a célzást, tehát hogy meg kéne békélni azzal, hogy kevésbé értékes, amit létrehoz az általam vezetett műhely, és ezért kevesebb pénzt, tehát támogatásra tarthat igény. Én nekem az, hogy kevesebb pénzt kapunk az államtól, ez nem probléma, ez benne van a rendszer dinamikájában. Egy szóval nem említettem itt, nekem az lenne a problémám, hogy adott esetben kevesebb a pénz. A pénzelosztás mechanikája az a közben érvényesülő, adott esetben szakmai, félszakmai vagy politikai érvelés az, amivel problémám van, és az, hogy erről semmiféle szakmai párbeszéd nem zajlik. Ahogyan azt a Gyuri mondta, ez csak is a szakmapolitikai vezetők, pozícióban lévő személyek indíthatják el az ilyen típusú egyeztetéseket, hogy lehessen érteni, értelmezni a folyamatokat. Én erről az átláthatóságról és a tiszta helyzetekről beszéltem. Ez az egyik. A másik, az a kijelentés, hogy ez a műhely, amit én vezetek, ez egyébként kevésbé volna produktív, kevésbé volna ilyen-olyan értelemben értelmezhető. Ez természetesen lehet, ezt egy szakmai grémium is állíthatja. Ezzel együtt azt mondom, hogy azt a hiányzó összeget, amit egyébként a magyar állam által fenntartott pályázati alapból nem kap meg ez a társaság, azt egyébként a külföldi alapokból megkapja. Tehát ez azt jelenti, hogy valamiért egyébként ez a műhely értelmezhető abban a pillanatban, amikor elhagyjuk az országot. Amikor az országon belül vagyunk, akkor meg érdekes módon nem értelmezhető. Tehát, hogy például csak egy példa, én eléggé furcsának tartanám, hogyha én azért ülnék itt az asztalnál, amit 2007-ben
5-ben, 3-ban, 2-ben, vagy 1995-ben csináltam volna. Nem hiszem, hogy bármelyik szervezőnek eszébe jutott volna engem meghívni, hogyha nem lennék annyira érdekes vagy fontos szereplője ennek a szénának, a színházi szénának, mint mondjuk Vinyánszky Attila vagy Szabó György. Ezzel kapcsolatban én mindig azt mondom, hogy nem arról szól, hogy én most pénzt tarhálnék, kunyerálnék az államtól, és arra hivatkoznék, hogy én mennyivel fontosabb vagyok, és több pénz járna nekem. Én tökéletesen elégedett lennék azzal a pénzzel is, amit a szakmai zsűri egyébként megítél nekünk. Azt nem értem, hogy miért kellett ezt még plusz megvágni. Ez volt az összes problémám, ezt illettem kritikával. Most itt a végére elkezdünk őszintén beszélni, vagy részben őszintén. Tehát akkor én őszintén mondom a véleményemet, aztán, hogy együtt értenek vagy sem. Azért vagy most jelen pillanatban itt, és azért van itt Gulyás Márton is, mert külföldről nagyon pontosan értelmezhető, ami belülről is értelmezhető, politikai figurákká változtatok át. Te egy művészemberből politikussá, Gulyás Márton kapcsán nem tudom azt mondani, hogy hanem politikusból inkább politikussá, és külföldről azért támogatnak benneteket, mert az, amit mondtok, például politikai rendezvények színpadán, az nagyon jó külföldről azt szeretné külföld egy jelentős része hallani. Tehát ezért van az, hogy külföldön értelmezik azt, amit otthon nem értelmeznek. Wir gehen jetzt in die letzte Fragerunde. Utolsó kör. Csak még igazából a számokról beszéltünk nagyon hosszan, és a számok azok szerintem kevés értelmezhetőek egy nem anyanyelvű közeg számára. Tehát érdemesebb talán egy kicsit inkább a támogatásnak erről a politika filozófiai részéről. Egyetlen kérdés rövid lesz, ígérem, szót ejteni, mert szerintem fontos, és sok mindent tisztázhat. Tehát ez a nemzeti, mint fogalom, vagy prefixum, vagy jelző, ez nagyon sokféle használatban fordul elő most Magyarországon. Nem mindig lehet tudni, mikor van etnikai színezet, nem tudni, mikor van az országos szinonimájaként használva. És ezért vannak ezek a viták adott esetben a nemzeti színházról, hogy akkor az mit jelent ott a nemzeti előtag. És ez azért fontos kérdés, mert amikor a Vinyánszky Attila által vezetett színházi bizottságról beszélünk, vagy arról, amit ő akkor még elnökölt, ő valóban nem elnöke már ennek a bizottságnak, de továbbra is tagja, ők egy új előadóművészeti törvényt hoztak össze, ami a korábbi törvényt változtatta meg. És egy nagyon fontos, és szerintem ez a filozófiai vetülete a törvénynek, hogy három fő támogatási kategóriáról beszél, és azt mondja, hogy vannak a nemzeti, a kiemelt és az egyéb kategóriába tartozó színházak, társulatok, csoportok, és így tovább. Hogy mi a nemzeti és a kiemelt közötti különbség, arról nem biztos, hogy érdemes beszélni, mert az megint a számok világába vezet. Csak annyit mondanék, hogy az egyéb kategóriába tartozik például a Krétakör, Pintér Béla, Mundrucó Kornél, és így tovább. Tehát, hogy, és lehet azt mondani, hogy bizonyos értelemben ez egyébként arról szól, hogy nem társulatos repertoár színházi működés, bár pont egyébként a Pintér Bélekről ez nem mondható el, de lehet azt mondani, hogy ez egy másfajta működés. De akkor is az a gondolat, ami nem gondolom egyébként, hogy tudatosan lenne kirekesztő, véletlenül sem állítanék ilyesmit, csak azt mondom, hogy van benne egy olyan átgondolatlanság szerintem, ami legalábbis rossz érzés szül azokban, akik a törvény hatálya alá esnek, adott esetben a Krétakörnek, hogy valamiért mi az egyéb kategória alá tartozunk. És mindenki más is egyébként, aki adott esetben mondjuk kortárs, független színházi műhelyként működik, az egyéb kategóriába. És esélyünk sincs adott esetben nemzeti vagy kiemelt státuszra szerteni, mert ez egy teljesen más elbírálás. És lehet arról beszélni persze, hogy ez egyébként az épülethez kötődik, a társulathoz kötődik, stb. Én csak azt mondom, hogy a leosztás és a logika, ami mögötte van, az legalábbis rossz érzés szül, és szerintem joggal szül rossz érzést azokban, akik adott esetben ugyanolyan szereplői ennek a szintérnek, mint egyébként Vinyánszky Attila vagy mások. Köszönöm szépen. Ez azt hiszem, hogy még csak két kérdése van, lehetőség, és utána szünet. Egész rövid arra, hogy rossz színház, nem rossz színház, nincs, miért nincs pénz, stb. Mondjuk Pintér Béla, ha jól tudom, az ő együttesének rosszul ment, de most például egy nagyon jó rendezésük, nagyon jó előadásuk volt, amiről hallottam, van rövid is. Nem értem, hogy miért mondják azt, hogy az utolsó jó előadás alapján miért kellett megnyírbálni a támogatásukat.
is hangzott, hogy, hogy nem biztos, hogy ezt az egész beszélgetést Magyarországon ne lehetett volna folytatni. És hogy vajon tényleg nem, vagy hogy nem lehetne, nem biztos, hogy nem lenne ott is fontos egy ilyen kört csinálni, és egy ilyen diszkusziót kialakítani két oldal között. Biztos, hogy akkor, és csak akkor van értelme, ha valóban őszintén beszélünk. Tehát már minden mondatát ismerjük egymásnak, és összes érvét, ellenérvét ismerjük egymásnak. Hogyha valóban elkezdünk őszintén beszélni a legfontosabb kérdésekről, akkor boldogan állok elében mindenfajta vitának. Ha vádaskodások, most például Pintér Béla kapcsán, itt a szám, itt vannak a számok, ez nem igaz, hogy nyomorítva van Pintér Béla, nagyon tisztességes támogatást kap, színháza 5-ször annyit kap körülbelül, mint az én általam valamikor vezetett Beregszázi Színház, amelyik legalább hasonlóan mennyiségileg is és bemutató számban teljesít. Tehát addig nincs miről beszélni, szóval viszont ha igen, ha biztos, hogy el kell kezdeni, ez abszurd, még egyszer mondom, mindenre Berlinben kellett sort ejteni. Eine kleine Anmerkung dazu, also egy apró megjegyzés ehhez, Pintér Béla 50%-kal kevesebbet kapott, mint 2010-ben, ezt nekem mondták. Érdekli, akkor eljön das ide, ist, akkor aber das ist ja auch jetzt vielleicht gar nicht hier unsere Aufgabe. Ja, so, ich denke, nur tatsächlich Theatermacher, ich sage jetzt auch mal wie Apa Chilling oder so, da hat ja etwas anderes stattgefunden. Das ist jetzt weggegangen von einer Inszenierung, die man sehen kann. Das ist, also da gibt es jetzt nicht ein Övre zu besichtigen, wo eine Kommission sagt, top oder flop. Aber man weiß über wie viele Jahre, was er da macht und dass das interessante Arbeit ist. Und möglicherweise ist es auch schon wieder eine neue Idee, die auch andere, denen auch andere folgen werden, diesen nem pädagogischen nekünk, Bereich. Entschuldigung. Sondern, dann sage ich es für die Deutschen aber zu Ende, dass man eben nicht diese Figur... Tehát még egyszer elnézést, rosszul voltam bekapcsolva. Tehát itt nem arról van szó, hogy a pénzeket megvonják tőlük, tehát nincs értelme erről, tehát most tulajdonképpen nem arról beszéltünk, hogy ki milyen színházat csinál, hanem hogy mennyi pénzt kap. Az idő sajnos halad, a vita folyik. Javaslom, miután az idő már a következő panel vár ránk, először is az alapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani ezért a fantasztikus beszélgetésért. Nagyon köszönöm.